Most először kapott aszfaltburkolatot a Mosonyi Mihály utca. Közösen várták a felvételizők a ponthatárokat. Több turnusban szórakozhatnak a gyerekek a sporttáborban. Ózdi Krónika, a stúdióban Tóth Alexandra. A város aktuális hírei következnek, jó estét kívánok! Most először kapott aszfaltburkolatot a Mosonyi Mihály utca. A fejlesztés a képviselőtestület által idén elfogadott, az útfelújításokra elkülönített 176 millió forintos keretből valósulhatott meg. A csatornázás befejeztével egy hozzávetőleg 750 méter hosszú útszakasz lett járható. Ezek a felvételek két napja kedden készültek. A város megbízásából dolgozó alvállalkozó munkatársai aznap majdnem az egész Mosonyi Mihály utcát leaszfaltozták, csak egy rövidebb szakasz maradt meg tegnapra. Most pedig így néz ki a friss burkolat, mindössze néhány kisebb munka van hátra. Több mint 10 éve ígérték meg az itt élőknek, hogy a csatornázás befejeztével le fogják aszfaltozni az utat. Most ez megtörtént, a csatornázás befejezésre került, így az aszfaltozást is el tudtuk végezni, abból a 176 millió forintos keretből, amit Ózdváros önkormányzata idén fogadott el Ózdváros útjainak korszerűsítésére. Itt még soha nem volt aszfalt, úgyhogy általában sárban vagy porban jártak az itt élők, akik nagyon sokan vannak, hiszen egy hosszú utcáról beszélünk, most végre megkapta a aszfalt felületet ez az utca is. Az aszfaltozás ebben az utcában már régóta várat magára. A Mosonyi Mihály utcában élők szinte kivétel nélkül elégedettek a frissen burkolt, tükörsima útszakasszal. Mióta ide költöztünk, 50 éve nincs utunk. Kertemet elviszi az árvíz, mindig, ha nagy zivatar van. Árok kéne, tanácsárok be, valamikor csinálta tanácsárkot, de betöltötték az emberek valamilyen. Ez tanácsárok lenne végig. Hogy ne örülnék? Már örülök neki nagyon is. Szent csatornának is örülök, meg az útnak is örülök. Nagyon, nagyon örülünk neki, hogy sikerült megcsinálni. Örülünk, hogy közben járt a polgármester úr. Jó munkát végeztek. Tényleg tetszik mindenkinek. Az egész hegy nevében mondhatom, hogy tényleg jó. Gyerekeknek, mindenkinek, úgyhogy lehet majd játszani, biciklizni, rollerezni. Rendkívül rossz minőségű volt már, úgyhogy. Nagyon szép munkát végeztek. Az utca körülbelül 750 méteren kapott aszfaltot. Már csak néhány kisebb tennivaló van hátra. A területen dolgozó útépítő cég munkatársai hamarosan murvával fedik be az útpatkát, illetve a jövő hét folyamán visszatérnek, hogy egy aknafedél környékét is rendbe tegyék. Jól haladnak a piacúton fekvő parkoló munkálatai. A napokban aszfaltozták le a parkolóhelyekhez vezető U-alakú 560 négyzetméteres területet. Az Ózdi Városüzemeltető Intézmény saját gyártású gyeprácsköveit ma már elkezdték lerakni végleges helyükre. Ezekből 5800 darabot használnak fel. Ennek a munkálatai várhatóan holnap vagy hétfőn befejeződnek. A tervek szerint itt hozzávetőleg 40 autó fér majd el. Az Ivóti templommal szemben is aszfaltoztak már. Ott jelenleg a kivitelező által legyártott térkövekre várnak. Amint azok megérkeznek, le is burkolják a területet. Ezen a részen egy több mint 45 állásos megállóhelyet alakítanak ki. A tereprendezés is folyamatban van a terület két oldalán. Zivatarok kialakulása miatt adott ki figyelmeztetést az Országos Meteorológiai Szolgálat holnapra. Térségünkben az elsődleges veszélyforrást a villámlás jelenti. Emellett esetenként jégeső és szélerősödés is előfordulhat majd. Ma egyébként nagyon erős UVB-sugárzással számolhattunk, ami azt jelenti, hogy akár 15-20 perc alatt is leéghettünk a napon. Hasonló esetben fontos, hogy megfelelő fényvédőkrémmel védekezzünk a sugárzás ellen, valamint a bőrünket takaró ruhákban tartózkodjunk a szabadban, viseljünk szalmakalapot. Városunkban is közösen várták a felvételizők a ponthatárokat. A Rombauer Alapítvány által első alkalommal életre hívott Pont Neked elnevezésű rendezvény számos programot kínált az érdeklődőknek. A digitális erőműben óriás kivetítőn közvetítették az oktatási intézmények által kihirdetett bejutáshoz szükséges számokat. Biliárd, asztali tenisz, darts és tekbol is várta a fiatalokat a digitális erőműben.
A Rombauer Alapítvány által elsőként megrendezett Pont neked elnevezésű rendezvényt emellett számos program is színesítette. Volt ralli és divat bemutató is, melynek keretében a Tóth Helga designer által készített ruhákat mutatták meg a kifutóna modellek. Ezt követően a blues rock zenét játszó Blues Ranch szolgáltatta a hangulatot. Az idén már szerveztünk egy olyan programot, amelyben a fiatalok továbbtanulását próbáljuk segíteni. Ez volt a februári egyetemi roadshow. Most pedig ennek az eredményváróját gondoltuk megrendezni. Minden nagyvárosban, ahol van felsőoktatás, ott ezeket rendszeresen megcsinálják. Miért ne csinálnánk meg mi itt Ózdon? Úgyhogy jött az ötlet. Sajnos kicsit későn kezdtük el a szervezést. Most már így elsőként ugye, tapasztalatokat megszerezve. Valamikor május végén, amikor még az érettségi időszak alatt jobban lehetett volna ezt a rendezvényt népszerűsíteni, akkor talán növelhető lett volna az érdeklődés. A koncert után este 8 órakor óriás kivetítőről ismerhették meg az oktatási intézmények által meghirdetett pontszámokat a diákok. Szerintem idén sikerült, tavaly nem sikerült, tavaly érettségiztem és elsőre nem vettek fel, viszont idén remélem, hogy sikerül. Budapesten jelentkeztem a Gazdasági Egyetemre. Remélem fel fognak venni, reménykedek benne. Majd most kiderül. Az általunk megkérdezett diákok közül mindenkit felvettek arra a képzésre, amit választott, ám többeknek nem ez volt az első próbálkozása. Én Egerbe jelentkeztem, mozgókép és média ismeret alapszakra, 384 a ponthatár, és 427 pontom volt, úgyhogy felvettek. Úgyhogy most nagyon örülök, most beszéltem szüleimmel, úgyhogy nagyon-nagyon boldog vagyok. Egyelőre még én sem hiszem el egyébként, hogy felvettek, de tényleg nagyon boldog vagyok. Már nagyon régóta vártam, hogy sikerült-e, mert ugye engem a Miskolc Egyetemre jelentkeztem, gyógytornász szakra, ugye egészségügyi karra. Tavalyihoz képest egyébként elég magas volt a ponthatár, 331-jel, de szerencsére így is sikerült elérnem. Én már nagyon vártam ezt a napot, mert ugye én tavaly érettségiztem, de tavaly nem sikerült, viszont most beadtam újra a jelentkezésem, és az ELTE jogi képzésére a mai napon sikeresen felvettek. A pontok kihirdetése után a fiatalok és a szervezők közösen ünnepeltek. A programsorozat pedig egy afterpartival ért véget, ahol a felvételizők késő estig szórakozhattak. Az egykori rózsakert hangulatát idézné meg az Ózdi Művelődési Intézmények, áll a legnépszerűbb közösségi oldalon közzétett felhívásukban. Az UMI arra kéri a lakosokat, hogy amennyiben rendelkeznek képi vagy írásos dokumentációval, az olvasó melletti rózsakertről és szívesen az intézmény rendelkezésére bocsátanák, abban az esetben vigyék be azokat az Ózdi Muzeális Gyűjteménybe, ahol másolatot készítenek belőle. A határidő augusztus 31-e. Holnap ismét kertmozit tartanak a Nemzeti Filmtörténeti Élményparkban. Most újra egy magyar film kerül a középpontba, mégpedig Reisz Gábor 2018-as alkotása A rossz versek. A vígjáték a 36. Torinói Filmfesztiválon három kategóriában is jól szerepelt, illetve elhozta az idei Monte Carlo-i Filmfesztivál fődíját. De itthon is több elismerést bezsebelt. A mozi a legjobb játékfilm, Reisz Gábor pedig a legjobb rendező lett a magyar filmdíj szerint. A Nemzeti Filmtörténeti Élményparkba holnap este 7 órára érkezik a rendező, akivel a vendégeknek lehetőségük lesz beszélgetni a vígjátékról, a filmkészítésről, majd a rossz verseket este 8 órától vetítik. Ebben az esztendőben is több turnusban szórakozhatnak a gyermekek az Ózdi Sport és Élményközpont által szervezett táborban. A korábbi évek gyakorlatának megfelelően a programok között most is szerepel kirándulás, ismeretterjesztő foglalkozások és persze játék is. Ma éppen egy katonai napon vettek részt a fiatalok. Idén is tartalmas elfoglaltságot biztosítanak a gyerekek számára a sporttáborban.
Az ötnapos kikapcsolódás során a csoport ellátogatott a helyi létesítményekbe, például a városi strandfürdőbe és a Vitkó lovastanyára, valamint a szilvásváradi kalandparkban is próbára tették ügyességüket. Ma délelőtt a drótos tetőre vezetett a résztvevők útja, ahol egy katonai napot szerveztek nekik. A negyedik éve pattant ki a fejünkből ez a történet, hogy jó lenne élményekkel gazdagítani a gyerekek nyarát, úgyhogy én úgy gondolom, hogy teljesen igazából nagyon jó élményekkel gazdagodnak, és olyan jó visszajelzéseket kapunk, hogy van, aki már 4 éve itt táborozik nyáron. A fiatalok nem csak a fegyverekkel ismerkedhettek meg, de egy akadályverseny keretein belül elsajátíthatták a kézigránáttal való célbadobást és a tájoló használatát is. Utóbbi nagy segítségére lehet az embernek, ha tájékozódnia kell, és GPS eszköz nem áll rendelkezésre. Nekem nagyon tetszik, és szerintem tavaly meg idén is a legjobb a katonai nap, mint ahogy most is. A délutáni órákban a fiatalok számháborúztak egymással. Pénteken Bódis Tamással találkozhatnak a gyerekek, aki az ultrafutásról és a sportolás hátteréről tart majd előadást nekik. A tábornak idén ezen felül még 2 turnusa lesz, amelyekre folyamatosan várják a jelentkezőket. Péntek este 6-kor, vagyis holnap rajtol el az Ózdi Futónapok 3. és egyben záróállomása. A szervezők a Városi Stadionba várják a mozogni vágyókat, ahol most is 45 percen belül kell 10 kört lefutni ahhoz, hogy esélyük legyen a fődíj, vagyis a 250 000 forint elnyerésére, amelyet holnap fognak kisorsolni. Ezen túl a célba érkezett futók a Sri Csimmói Alapítvány egyedi emléklapját is megkapják, de számos helyi vállalkozók által felajánlott nyereménnyel is gazdagodhatnak. A rendezvényen még mindig lehet az Ózdi állategészségügyi telepet és a kiskapudi állatmenhelyet támogatni. A részvétel ingyenes. A programra a város honlapjának tájékoztatók menüpontjából letölthető regisztrációs lappal előzetesen lehetett jelentkezni, de helyszíni nevezésre is van lehetőség. 2-0-ás vereséget szenvedett az NB2-es Kazincbarcika elleni felkészülési meccsen az Ózdi Kohász. A két csapat gyakorta játszik edzőmeccseket egymással. Legutóbb épp július elején néztek farkas szemet. Akkor 4 góllal voltak jobbak a barcikaiak. A mieink egyébként most hétvégén zárják felkészülési programjukat. Szombaton 16 órakor hazai környezetben fogadják az MSK Rimaszombat csapatát, majd 18 órától a Pétervásárával csapnak össze. Híradunk végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer, röviden. Most először kapott aszfaltburkolatot a Mosonyi Mihály utca. A csatornázás befejeztével egy hozzávetőleg 750 méter hosszú útszakasz lett járható az ott élők számára. Jól haladnak a piac és az ívúton fekvő parkolók munkálatai. Az aszfalt réteget már mindkettő megkapta. Előbbiben a napokban a gyeprács köveket rakják le, míg utóbbinál a térkövek gyártására várnak. Városunkban is közösen várták a felvételizők a ponthatárokat. A digitális erőműben óriás kivetítőn közvetítették a felsőoktatási intézmények által meghirdetett számokat. Több turnusban szórakozhatnak a gyerekek az Ózdi Sport és Élményközpont által szervezett táborban. A programok között most is szerepel kirándulás, ismeretterjesztő foglalkozás és persze játék is. Most pedig nézzük, milyen időjárás várható holnap. Pénteken már főként az ország északi felében és a Dunántúlon fordulhatnak elő záporok, zivatarok, amelyeket helyenként felhőszakadás, erős viharos széllökések kísérhetnek. Napközben 31 fok lehet, hajnalban 18 fok valószínű. Ezek voltak legfontosabb helyi híreink. Az Ózdi Krónika után apropó című magazinunk következik Lenvai Zsolttal. A mai műsorban szó lesz egy különleges akteleki leletről és budapesti építész hallgatók Ózdi látogatásáról. Továbbá mutatunk archív felvételeket is. Híradónk ismétlését a magazin után és a szokott időpontokban láthatják újra. Friss Ózdi hírekkel holnap ugyanebben az időben várjuk Önöket. További kellemes estét kívánok, viszontlátásra!